Köszönöm szépen a szót. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök a sok ismerős arcnak. Ahogy Fanni ugye beharangozta, a civil ombudsmani jelentésről szeretnék beszélni, arról a jelentésről, ami az elterelést, azon is belül elsősorban a megelőző felvilágosító szolgáltatás magyarországi helyzetét vizsgálta. Ugye itt már szó volt arról, hogy pontosan mikor zajlott a vizsgálat. A 2014 május, illetve 2015 március között érkeztek a panaszok, és a vizsgálati időszak az egy picit ezutánra tevődött, illetve ezután zárult le, és nem olyan rég fejeztük be több kollégával együtt a jelentés szerkesztését, illetve véglegesítését. Azt fontos tudni, hogy a jelentés alapjául szolgáltak olyan dokumentumok, amik nyilvánosan hozzáférhetőek, jogszabályok és egyéb dokumentumok, illetve az akkori DCO közérdekű adatigénylés nem csak a legfőbb ügyészség felé tett, hanem az akkori Nemzeti Drogmegelőzési Iroda felé, ami az NCSI alá tartozott. Ha jól tudom, akkor most már egyik elnevezés sem él, de elég nehéz követni ezeket az állami intézmény nevek elnevezését és átalakulását. Ha jól tudom, akkor az iroda most az NRSH-nak tagozódott bele, mint egy, nem tudom, egy osztály. Tehát, tessék? Mindegy íróasztal. Nemzeti Drogmegelőzési Íróasztal, NDI. NDI hosszú, igen. Illetve a jelentés alapjául szolgált még az, hogy ezt a helyzetképet, ami az akkori DCO elé tárult, illetve a megkereső szakmai szervezetek elé tárult, ezt összevetette az akkor hatályos jogszabályokkal. Na most, ha jól tudom, azért itt nagyjából olyan emberek ülnek, akik az elterelést ismerik, tudják, hogy mit jelent, de ha mégis van olyan, aki nem tudja, csak tényleg röviden szeretnék kicsit távolról indulni, hogy az elterelés ugye egy alternatív vagy helyettesítő szankció, illetve hát nevezhetjük, ha a magyarországi elterelést nézzük, akkor úgy is, hogy a büntető eljárás tulajdonképpen másképp fejeződik be, mint hogyha nem lenne lehetőség az elterelésre. Na most az, hogy az alternatív szankciók a büntető jogban mikor jelentek meg, lehet, hogy sokan nem tudják, hogy már a 19.-20. század fordulóján elsősorban, mint a fiatalkorú számára kiszabott és rövidtávú szabadságvesztés büntetés alternatívájaként jelentek meg, és akkoriban még mint pénzbüntetés, vagy próbára bocsátás, pártfogó felügyelet, vagy ahhoz hasonló jogintézmény. Na most a kábítószer vonatkozásában azért fontos ez a két egyezmény, a két úgymond alapegyezmény, nemzetközi egyezmény, az egységes kábítószer egyezmény és a pszichotróp anyagokról szóló a 60-as, 70-es évekből. Egyrészt, mert ez a két egyezmény már nevesíti ezeket az alternatív szankciókat, illetve példákat sorol fel, hogy a kriminalizáció helyett milyen alternatívákat ajánl arra az esetre, hogyha szándékos kábítószeres bűncselekmény történt, de az illető elkövető kábítószer használó vagy függő. És egyértelműen előtérbe helyezi a probléma megoldás, a probléma kezelés lehetőségét a kriminalizációval szemben, és példákat hoz fel, kezelés, nevelés, rehabilitáció, a szakemberek kiképzése, tehát a droghasználókkal foglalkozó szakemberek kiképzése, fejlesztése, és ezt a Magyarország, ezt a két egyezményt ugye néhány évvel később, de még a 60-as, illetve 70-es években kihirdette. Ez azt jelenti, hogy ez a két egyezmény a magyar jog része. Ilyen alapon minket ez köt, tehát ezzel ellen, ezekben az egyezményekben megfogalmazottakkal ellentétes jogintézmények, vagy ellentétes szabályozás, jelen esetben ugye a kábítószer használó elkövetők kapcsán nem lenne, illetve nemzetközi szerződésbe ütközne. Ezt azért fontos ugye tisztázni, hogyha azt nézzük, hogy merre is halad ma Magyarországon a kábítószer kiadás jogi szabályozása, illetve az elmúlt 20 évben milyen szakaszok voltak, ezt majd nem sokára láthatjuk. Aztán ugye az ENSZ és az Európa Tanács ajánlásai, jelentései, ezek már inkább a 90-es évek, illetve a 2000-es évek elejére tehetőek. Ezek is konkrétan említik az alternatív szankciókat, illetve példákat hoznak fel, és buzdítanak a szélesebb körben való használatukra. Na most se ezek az Európa Tanácsi ajánlások, se a nemzetközi egyezmények nem határozzák meg, hogy az egyes államok milyen konkrét jogi szabályozást hozzanak ebben a kérdésben, se a drogstratégiát nem határozzák meg, hanem azt nyilván a saját, minden állam a saját hatáskörében hozza meg. Ezek keretül szolgálnak, de jogi értelemben kötnek minket, és Magyarország is a hatálya, illetve érvény alá tartozik. Most az elterelés Magyarországon hogyan került bevezetésre? Először 1993-ban, és itt az elterelés kifejezetten csak mint a kábítószer bűnözésre adott válaszként, tehát itt az elterelés az nem egy általános alternatív szankció, hanem a kábítószeres bűncselekmények kapcsán került a büntető törvénykönyvbe. Aztán ugye láthatják az évszámokat, ezek elég jól leírják, hogy hogyan változott a politika, és így a drogpolitika is, mert 98-ban egy zéró tolerancia irányába ment el, nem csak a kábítószer bűncselekmény szabályozás, hanem maga az elterelés. Ugye 93-ban még lehetőség volt a függők, az egyszeri használók, alkalmi használók részére és az elterelésre, míg 98-ban már csak a függők számára engedték ezt meg. 2003-ban ismét szélesebb körben szélesebb körben adott volt a lehetőség, tehát a használók, az egyszeri használók, alkalmi használók újból elterelhetőek lettek. És ami nagyon fontos dátum, ez nem egy büntető törvénykönyvű változás, hanem az alkotmánybírósági határozat, aki akkoriban 2004-ben már a szakmában dolgozott, biztosan emlékszik rá, hogy nagyon sokat beszéltünk erről, mert jelentősen módosította a büntető törvénykönyv megfelelő részeit, és az elterelést is érintette. Erről majd később beszélek, mert a mostani DCO vizsgálat is érinti az együttesen történő fogyasztás kérdés, és ez az, amiről az AB határozat többek között döntött. Aztán ugye 2012 óta új büntetőtörvénykönyv van, és az elterelés valamilyen szinten újból szűkítésre került, és ez lehet, hogy egy laikus számára, aki a joghoz annyira nem ért, nem tűnik fel, de éppen a Sárosi Péter hívta fel annak idején, amikor megjelent az új BTK, egy kiadványukban, egy TASZ kiadványban a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen éppen a 98-as BTK módosulásnak az ellentétét érték el a 2012-es új BTK-val, mert hogy van egy olyan kitétel, hogy az elterelést csak azok választhatják, akik az elkövetéstől visszafelé számított 2 évben nem vettek részt elterelésen, illetve nem választották az elterelést, vagy nem indult ellenük, illetve nem ítélték el őket, nem vonták őket felelősségre kábítószeres bűncselekmény miatt. Na most azt ugye nem nehéz kitalálni, hogy már csak statisztikai okokból is az, aki rendszeresen használ kábítószert, ne adj Isten függő, valószínűleg nagyobb az esélye, hogy a rendőrség vagy a hatóságok látókörébe kerül. Tehát éppen ők azok, akik emiatt a szabályozás miatt kieshetnek az elterelés lehetőségéből, és ez szakmailag nagyon nem jó dolog, ezt azt hiszem, hogy önök tudják a legjobban. Na most az elterelés és a megelőző felvilágosító szolgáltatás, így szoktuk ugye rövidíteni, hogy MF szolgáltatás. Sokan ugye keverik a kettőt, vagy nem tudják, hogy mi az egymáshoz való viszony ennek a két fogalomnak. Fontos tudni, hogy maga az elterelés az egy büntethetőséget megszüntető ok. Tehát ez azt jelenti, hogy megindul a büntető eljárás, ugyanúgy, mint más esetekben. De közben, amiatt, hogyha valaki az elterelést választja, és egyáltalán fennállnak a törvényi feltételek, és az elterelést választhatja, akkor a végén a hatóság befejezi, megszünteti az eljárást, és nem büntethető az illető, illetve idézőjelesen csak az eltereléssel, ami ugye egy fél éves program, nem csak a szakemberek, nem csak a részletekre, hanem az elterelt számára is. Na most ezen belül, az elterelésen belül ugye van a függőséget gyógyító kezelés, a használatot kezelő más ellátás, ez az egészségügyi ellátás körébe tartozik, és finanszírozása is az egészségügyi ellátás része, míg a megelőző felvilágosító szolgáltatásba ugye olyan emberek kerülnek, akik nem függők, illetve nem az előzetes állapotfelmérés nem állított meg nálunk függőséget, illetve más problémás droghasználatot. És ugye itt jön jönnek a képbe azok a szakmai szervezetek, akik ezzel az elterelésnek ennek a részével foglalkoznak, hiszen az ő finanszírozásuk, ennek a szolgáltatásnak a finanszírozása az utóbbi években hihetetlenül bizonytalanná vált. Gyakorlatilag el is lehetetlenült sok szakmai szervezet, mert ennek a finanszírozása a szakminisztérium koordinációja alá tartozik, nem csak a finanszírozása, hanem az egész koordinálása, és hát a különböző intézményi változások, illetve valószínűleg drogpolitikai vagy ideológiai elgondolás is fűződik amögött, hogy ez nem működik olyan jól. Ezt ugye nem tudjuk, de most koncentráljunk akkor a vizsgálat további megállapításaira. Most nem részletezném itt, hogy mik az elterelés feltételei. Abban a dokumentumban, ami majd fenn lesz a honlapon, illetve itt az előadás is akár átadom nyilván, vagy itt hagyom, és akkor meg tudják nézni, hogyha ez még nem világos. Ugye az elterelés folyamata az azért fontos, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyek itt fontosak, és amit a DCO vizsgálat során is az akkori DCO átnézett és hozzá viszonyította a valós helyzethez, a büntetőeljárásról szóló törvény, mert ugye ez az, ami megmondja, hogy az elterelés a büntetőeljárás mely szakaszában indul el. Ugye ez lehet... Ezek jogintézmények, büntetőeljárás jogi intézmények, a nyomozás felfüggesztése, mint olyan, a vádemelés elhalasztása, és a büntetőeljárás felfüggesztése, ez utóbbit például a bíróság teszi meg, tehát hogyha a bírósági szakaszig nem merült fel az elterelés lehetősége, akkor még van egy úgymond utolsó lehetőség. És itt ugye ebben a törvényben ezáltal a különböző eljáró szervek, hatóságok feladata is, szerepe is kirajzolódik. Az más kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, vagy éppen nem működik. Az elterelés rendelet, ez a második elterelés rendelet, ez a 2008. évi közös miniszteri rendelet egyébként. Ez szabályozza az elterelésnek a részlet szabályait, ugye, hogy mi az az előzetes állapotfelmérés, az elterelés ugye nem csak úgy beesik az illető, hanem egy előzetes állapotfelmérésen, egy pszichológiai, addiktológiai interjú keretében megnézik, hogy a három fajtája közül merre tovább, legalábbis ideális esetben ide kerül az illető először. Aztán az elterelés folyamatossága egy nagyon fontos kifejezés, illetve definiálja az elterelés rendelet, hiszen hogyha ez nincs meg, akkor megszakad az elterelés, és újból kezdődik a 6 hónapos időszak, ami elő van írva a törvényben. Aztán az igazolás kiadása és még hasonló eljárásjogi szabályok. Na most ilyen nagy általánosságban, ami a vizsgálatból levonható következtetés. Egyrészt tehát a megelőző felvilágosító szolgáltatás, amire irányult a vizsgálat, mint kiderült, ez egy olyan sokrétű probléma, mert nem csak jogszabályi jogi kérdéseket, de szakmai, finanszírozási, polgári jogi kérdéseket is érint, hogy nem olyan egyszerű a megoldás, és hát itt vannak, én legalábbis felállítottam, majd a következő diákon látszik, egy fontossági sorrendet, hogy mi lenne legégetőbb, hogy rendeződjön, és legsürgősebb, hogy rendeződjön, elsősorban az elterelésben résztvevők és a szakma számára. Aztán a vizsgálat során kiderült az is, hogy az elterelésnek fajtáján túl olyan más kérdések, problémák is felmerülnek, például, hogy az elterelést igénybe vehetők köre az a jelenlegi szabályozás szerint nyilván mindig voltak és vannak viták ennek kapcsán, de hát a szakma az, aki a leginkább kapcsolatban van, mindennapi kapcsolatban van ezekkel a problémákkal, magukkal, a használókkal, és az ő észrevételeiket fogalmazzuk itt meg, illetve tanácsolunk jogi lehetőségeket. Maga az elterelés differenciálatlansága. Bár ugye említettem, hogy három fajtája van, mégis azt, hogy 6 hónapra be van korlátozva, és nem lehet hozzáigazítani az adott kliens állapotához, szerhasználatához és szociális, mentális problémájához, ez nagyon nehéz, és hát nem túl költséghatékony, ugye azokkal is fél évig foglalkozik az adott szakember, akiknek elég lenne 2 ülés, és lehet, hogy valaki még egy fél évet jó lenne, ha járna, illetve hasznos lenne, azoknál pedig ugye a finanszírozás miatt nem tud tovább az elterelésben maradni. Aztán ugye szintén majd kitérek részletesebben, hogy vannak itt az elterelésen nem érintett kábítószer használói csoportok. Itt most legaktuálisabb az új pszichoaktív szerek használói, és ez a probléma abszolút elhanyagolt. Az elterelés csak nagyon csekély mértékben van, vagy egyáltalán nem tudja bevonni ezeket a használókat, mert a törvény szerint ez már egy másik paragrafus. És hát a drog problémákkal kapcsolatos kutatások, nem csak az eltereléssel, hanem egyáltalán az egész terület kutatása az egy teljes hiányt szenved, illetve egyáltalán nincsenek olyan vizsgálatok, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy érdemben lehessen drogpolitikai terveket, stratégiákat kidolgozni. És hát az utolsó pontban azt írtam, hogy a mostani helyzet fenntartásával kiüresednek a programok, és ellehetetlenülnek, de azt gondolom, hogy itt vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy ez már múlt idő, tehát már kiüresedtek, és ellehetetlenülnek. A szakemberek ezt így nem bírják tovább, átmennek, szerencsés esetben találnak valahol máshol munkát, vagy külföldre mennek, és azt kell látni az állami félnek, azt gondolom, hogy sokkal nehezebb és sokkal többe kerül majd ennek a rendszernek az újbóli felállítása, mint a fenntartása, amire még talán lenne lehetőség. És akkor az egyes tényállások, amiket megállapított a DCO vizsgálat. Egyrészt ugye én azt gondolom, hogy a legsürgetőbb kérdés az az ellátási szerződések kérdése. Az ellátási szerződés az gyakorlatilag egy ilyen vállalkozási szerződés a megelőző felvilágosító szolgáltatást végző szervezet és az állami fél között. Az állami fél az eddig a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda, illetve az NCSZ volt, most az az íróasztal, illetve teljesen mindegy, a minisztérium. Na most ez... Egyetemű, hogy itt egy közszolgáltatást kell megvalósítania, egy általában magán, egy civil szervezetnek, egy egyházi szervezetnek, de van, amikor egyébként állami szervezet végzi ezt a szolgáltatást, természetesen nincsenek kizárva, és hát ez egyértelmű, hogy ebből a faramúci helyzetből, hogy itt keverednek egy kicsit a magánjogi és a közjogi elemek a szerződésben. A szolgáltató szerv abszolút kiszolgáltatott, nem csak financiálisan. Ugye közszolgáltatást lát el, és hogyha érkeznek hozzá, a mindennapi életben ezt úgy kell elképzelni, hogy érkeznek hozzá az elterelésre folyamatosan minden nap akár új kliensek, nem mondhatja azt, nem is teheti, mert területi ellátási kötelezettséggel is rendelkezik bizonyos esetekben, vagy bizonyos kliensek esetében, nem mondhatja azt, hogy engem még nem fizettek ki, nincsen érvényes szerződésem, tessék menni, nem tudom hová. Tehát ellátja az állami feladatot, ugyanakkor ezek a szerződések, mint a vizsgálat kiderítette, nagyon sokszor antedetálva visszamenőleg kerülnek a szolgáltatókhoz, Már egy olyan időszakra vonatkozó, ami már rég eltelt, tehát maga a szerződés sincs ott a szolgáltatónál, sugnak, hogy most is így van, nem csak a vizsgálati időszakban volt így, mi meglepő. Tehát ez egy általános és évek óta tartó jogellenes gyakorlat, és ugye az egy dolog, hogy nincsen jogi háttere, de a finanszírozás sem érkezik meg, ugyanis a szerződés szerint a szolgáltató szervezet, miután havi jelentéseket küld az állami szerv felé az eltereltekről, természetesen egy névtelen kód alapján, a jelentés elküldését követően 60 napon belül az államnak vagy a minisztériumnak fizetnie kellene az ellátási díjakat, ami egyébként nevetségesen alacsony, de erre majd később is kitérek. Na most ezek a kifizetések havonta egyáltalán nem történnek meg, vagy nem tudom, lehet, hogy nagyon ritkán, de a vizsgált időszakban kiderült, hogy volt olyan eset is, hogy 8-9 havi késedelemben volt a minisztérium vagy az állam, és miután ezeket a szerződéseket antedatálva átküldik az adott szolgáltató szervezethez, visszakapják aláírva, és utána egy összegben küldik, mikor már az a szervezet lehet, hogy teljesen, nem tudom, saját pénzből finanszírozta a kollégákat, a közműdíjakat, a helyiségbérletét, vagy stb. Adminisztrációs költségek. Na most itt, ami a vizsgálat eredményeként megállapított a DCO, hogy egyrészt fontos lenne, hogy ezeknek a szerződéseknek, amiket jogilag nevezhetünk blanketta szerződéseknek, ugye ilyenekkel találkozik az ember a mindennapi életben, a banki ügyletek során, a telekommunikációs, telefonos ügyintézések során, és ezeknek az a lényege, hogyha az állami fél vagy a szerződő fél tömeges, a másik oldalon tömeges számú a szerződő felek száma, akkor érdemes blanketta szerződést kötni, ami azt jelenti, hogy a szerződés bizonyos részeit nem lehet megvitatni a másik féllel, mert azok adottak, vagy elfogadja, vagy nem. Na most itt az a kérdés, hogy egyáltalán a megelőző felvilágosító szolgáltatások esetében érdemes-e blanketta szerződéssel élni, mikor, ha jól tudom, olyan 50 körüli a megelőző felvilágosító szolgáltatók, szervezetek száma ma Magyarországon, de lehet, hogy azóta több. Tehát ez nem olyan, hogy több száz vagy ezer számú szerződő félről lenne szó. De ha mégis úgy dönt a minisztérium, vagy az, aki ezt az állami oldalon valaki, aki ezeket a blanketta szerződéseket felülvizsgálja, vagy eldönti, hogy milyen legyen, akkor is érdemes azt megvizsgálni, hogy a szerződésen belül mely pontok legyenek azok, amelyek általános szerződési feltételek, tehát amelyek adottak is, amiket nem lehet módosítani, és melyek azok, amelyek egyedi szerződés, egyedi megbeszélés, egyedi kialkudás tárgyát képezhetik. Tehát ez a jövőben egy nagyon fontos kérdés lehet, illetve az ellátási díj, amit említettem, ugye 2003 óta működik a megelőző felvilágosító szolgáltató szervezetek, illetve 2004 óta a hálózata, de a 2003-as rendeletben, illetve jogszabályokban mondták ki, hogy 2000 forint per óra per fő az ellátási díj. Na most ezt, aki ugye a szakmában dolgozik, tudja, hogy egy mai pszichológiai, addiktológiai interjú, most ha a magán szférát nézzük, 8-10 ezer forint környékén van, és ugye itt még nem számoltam hozzá, hogy nem csak a szakembert kell ebből a pénzből kifizetni, hanem ide tartozik minden infrastruktúrális kiadás, a közműdíjak, az adminisztrációs terhek, és ezek a szakemberek ugye addiktológiai konzultáns, pszichológus, pszichiáter, felsőfogú képzettséggel rendelkező emberek, akik ugye a szakma szabályai és módszertani levelek szerint meghatározott interjúkat és terápiás foglalkozásokat tartják, legyen az egyéni vagy csoportos. Tehát azt hiszem, hogy ez mindenképpen módosítani kell. Az egy más kérdés, hogy ez milyen formában és mikor kerül majd erre sor. Jó, akkor próbálom sérteni, de ez volt a legfontosabb. A mulasztásos jogsértő gyakorlat. Ugye a rendelet szerint hogy kerül az illető az elterelésbe? Úgy, hogy az előzetes állapot felmérésre utalja a hatóság az illetőt, és az előzetes állapot felmérést végző az, aki tovább utalja az elterelésben. Na most ez a joggyakorlatban abszolút nem így működik, hanem a legtöbb esetben egyből az elterelést végző szervezethez irányítják a klienst, viszont ez egyrészt ismeretségi alapon működik, tehát abszolút szubjektív megítélésen, másrészt azért aggályos, mert olyan feladatot ad az elterelést végző szervezet számára, ami nem az ő feladata jogszabály szerint, neki kell előzetes állapotfelmérésre utalni a klienst, ez egy plusz feladat. Másrészt eközben telik az a 6 hónap, amíg az elterelt ide-oda szaladgál, míg végre kiderül, hogy hol is kell elkezdenie azt a 6 hónapos. Ez ugye az alaptörvényt is sérti, annak 24. cikkét. Aztán van egy büntető kollégiumi vélemény, amit egyébként majd a jelentésben magában elolvashatnak, hogy pontosan mit tartalmaz, az is helytelenül magyarázza. Ugye ez pont a bírósági egységes jogalkalmazást szolgálná, hát az nagyon jó, hogyha egységesen, de ha helytelenül alkalmazzák ezt, mert elvileg csak olyan igazolást fogadnak el az elterelésről, amit egészségügyi szolgáltató vagy ANTSZ állított ki, és akkor így kiesnek például az egyházi civil szervezetek. Tehát javaslat az, hogy egyrészt a jogszabályban előírt negyedévenkénti kihirdetést azt legyen meg, tehát ez egy mulasztásos jogsértés, nem történik meg az egyes elterelés listák kihirdetése, illetve nagyon esetleges és nehezen megtalálható az adott honlapon. Ugyanakkor hasznos lenne, hogyha ezeket a jegyzékeket a hatóságokhoz közvetlenül is eljuttatnák, mert a hatóságok maguk nem megfelelően alkalmazzák a jogot. A megfelelő tájékoztatás, ugye itt csak röviden annyi, hogy látható, hogy ez a szabályozás mindig is bonyolult volt, de egyre bonyolultabbá válik, és nem csak a jogi eljárásban és a jogi végzettséggel rendelkezőknek okoz problémát, hát akkor még a drogszakmában dolgozni is ilyen szempontból jogilag laikus szereplőknek, ezért azt javasoljuk, hogy egy központi kiadvány, tájékoztató kiadvány magáról az elterelésről jelenjen meg, és kerüljön ki a szakmai és a jogi szereplőkhöz is. Ugye az elterelés kutatása. Említettem már, hogy abszolút hiány van ezen a területen, ezt nyilván önök is tudják. Az elterelést illetően pedig 2009-ben történt utoljára ez a Vitrai féle kutatás, és hát nagyon jó lenne, hogyha az eredményességre és a jogintézmény működésére vonatkozó kutatások is lennének, hosszú távú követéses vizsgálatok is, illetve hát ami az elterelésen túlmutató, például az új pszichoaktív szerek használóit kutató vizsgálatok, hiszen ők azok, akik sok szakember azt gondolja, hogy ugye maga az elterelés, az attól lesz az elterelésben résztvevő, általában alkalmi cannabis használó szerhasználata önmagában nem lenne problémás, hanem a büntetőeljárás megindulása miatt lesz problémás, míg itt van nagyon sok olyan használó, akik egyre fiatalabb korban, egyre intenzívebben használják ezeket a szereket, ahol még a szakemberek se tudják, hogy pontosan mit, ugye maga a dealer sem tudja, hogy pontosan mit ad el, és ez egy abszolút fokozottabb kockázatot jelent, és talán erre is kellene, vagy erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Ugye a BTK módosítására vonatkozó javaslat, ez az, hogy az elsőfokú ítélet meghozatala után is lehessen még az elterelés igazolást bemutatni, azért, mert itt olyanok is kieshetnek az elterelésből, akik a büntetőjárás elején a rendőrség vagy a hatóság számára úgy tűnik, hogy nem csak használat, hanem kínálat miatt is, vagy kínálati cselekményt is elkövettek. Az eljárás során kiderül, hogy mégsem követtek el kínálati, csak keresleti magatartást, viszont kiesnek az elterelés köréből, mert az elsőfokú ítéletben derül ez ki, akkor meg már nem lehet igazolást bemutatni. Ez sérti szintén az alaptörvényt, a törvény előtti egyenlőséget, tehát ezt célszerű lenne kitolni, ennek az igazolás beadásának lehetőségét a jogerős ítélet meghozataláig. Az együttesen történő fogyasztást ugye az AB határozat iktatta ki a BTK-ból, itt alapvetően az alkalmi bulizó, akár egyszeri kipróbáló kanabisz használók a tipikus esetei ennek, akik egy körben szívnak el egy marihuánás cigarettát, de hát nyilván más típusú kábítószerek esetében is előfordul az együttes fogyasztás. Ezt több vizsgálat is megmutatta, bebizonyította. Itt az lenne jó, hogyha ez megfelelő jogi formában visszakerülne a BTK-ba, tehát hogy a kínál átad együttesen történő fogyasztás során, újból elterelhető cselekmény lenne, mert nem gondoljuk azt, hogy a társadalomra nagyobb veszélyt jelent az, aki így követi el az úgymond kínálati magatartás, mint az, aki egyedül szív el egy cigarettát. És ugye az AB itt jogtechnikai okokra hivatkozva vette ki a BTK-ból ezt a fogalmat, tehát úgymond elvi, ideológiai problémája ezzel nem volt. Ha akarat van erre, akkor jogi szempontból ez talán megoldható lenne. A rendelet módosítására vonatkozó javaslat, hogy ugye a szolgáltatók panaszkodtak arról, hogy az új rendelet, az elterelés rendelet alapján a hatóságot értesíteniük kell minden egyes elterelés szakaszról, a megkezdésről, az esetleges megszakadásról és a befejezésről. Na most ez azért problematikus, nem csak azért, mert plusz feladatot jelent, az egyébként is már nagyon sok adminisztrációs teher mellett, ami az elterelésben ugye adott, hanem ugye érinti ez a kliens-terapeuta közötti bizalmi viszonyt, ami az egész alapja lenne ennek a 6 hónapos foglalkozásnak, és hát nem túl jó, hogy az elterelő szolgáltató, a terapeuta úgy tűnik fel, mint aki feljelentgeti, vagy illetve hát adatokat szolgáltat a hatóság számára. Nyilvánvalóan a hatóság, hogyha kérdése van, megkereshette eddig is a szolgáltatót, és a szolgáltató köteles volt a kérdésére válaszolni, de azt, hogy önként minden egyes elterelés szakaszról külön jelentsen a hatóságnak, ezt indokolatlannak tartjuk. Az elterelés további differenciálását már említettem, ugye az eredményességhez szükséges legyen, ez költséghatékonyabb szolgáltatást is eredményezne, hogy nem csak 6 hónap, hanem kevesebb vagy több, és már nagyon-nagyon gyorsan be kell fejeznem. És hát amit említettem, hogy az egész kábítószerkereskedelmi jogi szabályozását javasoljuk újragondolásra, hogy ne csak a politikai érdekek és politikai változások mentén legyen a BTK és az egyéb büntetőjogi szabályozás ennek a kérdésnek, mert nagyon-nagyon sokat árt, hanem az lenne fontos, hogy egy hosszú távú, követhető és hát a nemzetközi és hazai tapasztalatoknak megfelelő a hatékonyság vizsgálatokra válaszul szolgáló jogi szabályozás lépjen életbe egyszer. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a többi részletet azt megtalálják a nyomtatványban, ami a honlapon majd fenn lesz. Köszönöm szépen, mindenki olvasgassa még.